Sziasztok! Ez itt a Trainz Tippek csatornája. Először is a csatornáról és magáról a játékról egy pár mondatot. 2003 óta játszok a Trainz szimulátorral, emellett kiegészítőket is készítek hozzá. Idővel sokan kezdtek el vele játszani, és a sok felmerülő kérdés is hozott magával. A csatornámon ezekre a felmerülő kérdésekre próbálok majd nektek válaszolni, és különböző videókon keresztül bemutatni a játék működését, a kiegészítők telepítését, de lesznek majd modellezéssel kapcsolatos videók is, amikor megmutatom, hogy lehet saját kezűleg kiegészítőket készíteni a játékhoz. De nem csak tippeket és videós bemutatókat fogok nektek hozni, különböző komplex és kevésbé komplex kiegészítők működését és használatát is be fogom majd mutatni nektek. Szóval a Trainzről pár szó. A játékot eredetileg az Auran adta ki, az első verziója 2001. novemberében jelent meg, azóta töretlen a sikere. Sikerét leginkább annak köszönheti, hogy szemben más vasút szimulátorokkal rendkívül egyszerű a használata. A vonataidat akár egy egérrel is irányíthatod, úgy mint ahogy terepasztalt irányítanál, de a realizmus kedvelő játékosok akár a kabinból is irányíthatják a mozdonyokat. Tartozik hozzá egy térképszerkesztő is, amelynek a használata gyerekjáték, akár egy 5 éves gyermek is könnyedén el tud vele bánni. Gyakorlatilag a pályáid kinézetének, felépítésének csak a képzelet szabhat határt. A Trainz egyébként klasszikus értelemben sokan nem szeretik vasút szimulátornak hívni, egyesek telepasztal szimulátornak is nevezik. A játék az utóbbi évben hatalmas változásokon ment át, új grafikus motort kapott, melynek köszönhetően még szebb, még realisztikusabb lett az előző verziókhoz képest. Rengeteg magyar kiegészítő tartozik a játékhoz, a legnépszerűbb magyar kiegészítők a www.trainz.hu oldalon találhatók meg, ennek az oldalnak a linkjét majd a videó leírásában megtalálhatjátok. Külön még ki kell emelni, létezik egy ilyen olyan csoport Facebookon, valamint ehhez tartozik egy blogspot blog is, ahol gyűjtik ezeket a kiegészítőket, nem csak magyar, hanem mindenféle nemzetközi kiegészítőket is. Ez a gtkatalógus.blogspot.hu, ennek külön a linkjét szintén megtaláljátok majd a videó leírásában. Hát ennyit erről a témáról, tehát az első videóm azt fogja bemutatni, hogy hogyan lehet kiegészítőket telepíteni a játékba. A folyamatokat most a Trainz 2009-es verziójában fogom bemutatni, de a telepítő felület szinte mindegyik verziónál ugyanúgy néz ki. Rendben, tehát akkor kezdjük el a telepítést. Ja, megnyitjuk a Trainz ikont. Akkor bejön a főmenüje a Trainznek. Ez minden verziónál ugyanígy szokott kinézni egyébként. Nekem az angol nyelvű verzió van a 2009-ből, de van belőle magyar nyelvű verzió is egyébként. Lépjünk be a Content Managerbe. Hát ugye mielőtt elkezdenénk bemutatni a Content Manager felületét, bemutatom, hogy milyen csomagformátumok vannak. Hát a klasszikus a ZIP vagy a RAR formátum. Ez azért jó, mert hogyha valaki a könyvtár szerkezet szerint adja ki a modjait, akkor akár imapástól is vele dobni, nem kell külön CDP fájlt csinálni. CDP formátum, amit az előbb említettem, ez pedig a Trainznek az egyedi csomagformátuma. Ebbe is bele lehet rakni több mindent. Van, aki úgy szokta, hogy több kiegészítős a pakja, akkor egy fájlba csomagolja be az egészet. Erre majd mutatok később példát, hogy hogy lehet egy berakni. Tehát akkor maga a felület. Download helper, az ugye, hogyha van eredeti Trainz kódod, és a N3V-nek az oldalán beregisztrálsz a kódoddal, akkor a Download Center nevezetű szerverről le tudsz tölteni mindenféle készítő, amiket világszerte a Trainz közösségnek a tagjai feltöltenek. Itt lehet szabályozni a letöltést, vagy vezérelni a letöltést, le is tölthetsz ugye egyéni tartalmakat. Itt, hogyha ugye rákeresünk, most nevet nem írtam be, akkor így kihoz mindenféle tartalmat, amit így hirtelen megjelenik. A DS felirat jelzi azt, hogy ez letölthető tartalom, jobb egér gomba és a download gombbal lehet letölteni a tartalmakat, és akkor itt lehet őket
figyelni a Stargomban elindított letöltések, literál a régi letöltéseket, szedett ki. Hát erről ennyit igazából. Search menü, ez értelemszerűen egy kereső menü. Jelent, hogy esetleg a search az keresést jelent. Hát itt különböző kategóriák szerint lehet keresni. Tehát quit szám szerint ugye ez a egyedi azonosító száma a modelleknek, aztán autor készítő, built-in, hogy beépített, vagy nem beépítette a tartalom, kategória, dátum, installálás dátuma szerint keresés, módosítás dátuma szerinti keresés, hibás kiegészítők, stb. Tehát mindenféle néve lehet itt name, ugye ez a név szerinti keresés, nekem ez van beállítva konkrétan, hogy szerkesztés szerint megvan-e nyitva, és akkor úgy van szerkesztve, tehát mindenféle módon lehet keresni ebben a keresőben. Az Asset Details, hát az igazából itt, hogyha rákattintasz egy modellre, akkor megjeleníti a modellnek a tulajdonságait. A névtől kezdve a quit szám, ilyen egyéni kis bélyegképet mutat róla, bár ezt sajnos a modellezőtössége ki szokta hagyni lustaságból. Leírás, modell, vagy leírás esetleg, bár ezt se szokta mindenki tölteni maga a quit szám, ugye az azonosító száma. Aztán itt az Uploads menü, hogyha van egyéni tartalmat, saját készítési tartalom, akkor a DLS szerverre ezeket fel lehet tölteni, itt közvetlenül az Archiver, ez pedig, hogyha esetleg az adatbázis ki szeretnéd menteni, akkor ezt egy ilyen archív fájlból lehet egybe csomagolni, vagy akár pár kiválasztott modellel is meg lehet ezt csinálni. Tehát ilyen biztonsági mentés funkció tulajdonképpen. Maga a telepítés folyamata nagyon egyszerű, én ki szoktam rakni kicsibe az ablakot egy egérhúzással. Akár úgy is lehet, hogy egyben az egész zipet más húzott be, úgy is fogja telepíteni, de akár úgy is működik, hogyha csak a CDP-t rakod be, hogyha olyan csomagról van szó, ami több elemet tartalmaz, be van rakva egy zipbe, akkor nyugodtan húzzátok be, nem kell vele külön egyenként foglalkozni, mert az macerás is, meg időigényes is, tehát egyszerűbb egyben áthúzni az egészet. Megfogod az egérrel, ha látod a plusz élet, akkor elengeded az egérgombot is. Van egérgombbal egyébként is, akkor itt telepíti a tartalmat. Itt mutatja a folyamatjelzőn a telepítésnek a folyamatát. Itt már ez nekem már korábban fel volt telepítve, tehát ezen egy sárga felkiáltójelet fog látni. Az I betű, az pedig ugye azt jelzi, hogy installed asset, tehát a tartalom telepítése került magyarul. Akkor most rákeresünk, NVKV. A V az kimaradt sajnos, tehát NVKV, és itt láttam is, hogy fel van telepítve a modell, ugye mivel nekem már telepítve volt, ezért ő ezt úgy veszi, hogy szerkeszteni akarom, tehát egy ilyen kis szerszám ikont jelenít meg, ez egyszerű módon vissza lehet vonni a szerkesztést, rámegyünk az editre, jobb egér gombbal, és a revert-tel vissza lehet vonni az egész szerkesztést, visszaállítja az eredeti állapotot. Hát amit még tudni kell erről a tartalomkezelőről, jobb eger gombbal, ha rákattintunk, akkor van egy ilyen menüje Save to CDP, amivel tulajdonképpen a CDP csomagfájba ki tudod menteni a tartalmadat. Ez ugye akkor hasznos dolog, ha mondjuk barátodnak vagy ismerősödnek akarod kimenteni a modellt, vagy ha mondjuk saját készítésű modellt szeretnél külön kimenteni, és nem szeretnéd külön a DLS-re feltölteni, hanem mondjuk a honlapodon, vagy a felhődön, vagy akármilyen más tárhelyen megkívánod osztani majd a közönséggel. Aztán van a VF Dependencies menüpont, itt ugye a függőségei vannak, a View Dependencies, a függőségei a modellnek, mik tartoznak hozzá, ugye ez egy V43-as mozdony, tehát értelemszerűen egy áramszerű tartozik hozzá, egy zárfény, egy kürthang, egy forgóváz, egy motor konfigurációs fájl, ugye ami a realizmus miatt van, hogy minél élethűbb legyen a játék, hogy azt a teljesítmény nyújtsa a játékban a gép, amit egyébként a valóságban is nyújtana, így ki lehet konfigurálni, és ez egy egyszerű TXT fájl, amit bárki tud szerkeszteni. Aztán mozdonynak a belső nézete, ha van ilyen, bár nem mindegyik modellhez szokott ilyen tartozni,
Vannak olyan személyi vagonok is például, amikhez szokott tartozni, általában nagyon szépek szoktak lenni. Hát és tulajdonképpen még egy motorhang, ami még inkább növeli a realizmusát a játéknak. Ugye egy eredeti motorhang bőg fel, mondjuk a Szili esetében, vagy mondjuk egy csörgő esetében, aminek eleve nagyon egyedi hangja van. Főleg, hogy a klasszikus változatot nézzük. Hát igen, edit menüpont alatt, amit még meg kell mutatni, ugye ez az Editing Explorer, amikor magába az Explorerbe nyitja meg neked a tartalmat. Itt meg lehet nézni a könyvtár szerkezetét, a hozzátartozó elemeket, ugye a maga a textúrák, a maga a modell, ez az IM file, ez a modelleket jelöli, a config, ugye a konfigurációs file, ami a modellnek a beállításait és egyéb különböző információkat tartalmaz a játék részére, lehet benne script is esetlegesen, hogy ha van ilyen, ezeket ugye nem lehet szerkeszteni többségében, mert ezek gépi kódon íródtak. És amit még amit megnézünk a mai napon, ez a Content Creator Plus, ez annyival jobb az Edit, tehát az Explorer-es meg a TXT-s jegyzettömbös verzióhoz képest, hogy itt tulajdonképpen amit az alapvető konfigurációs fájlban megadhatsz a Notepad alatt, azt itt tulajdonképpen egy képernyőn néhány kattintással tudod szerkeszteni, anélkül, hogy belebonyolódnál a konfigurációs fájl írásának alapvető ismereteiben, bármilyen külön elemet, tulajdonságot hozzáadhatsz, megadhatod hozzá az értéket a kiegészítőknél, külön meg kell adni a motor konfigurációs fájlnak a kuidját, külön a motor hangét, külön a kültét, külön a belső nézetét, a áramszedőt, leírást írhatsz hozzá. Tehát tulajdonképpen mindent egy helyen lehet itt szerkeszteni. Ez az egyszerűbb, ezt kezdőknek ajánlanám inkább. Én is így kezdtem, de manapság már én inkább kézzel írom, mert személy szerint nekem most már így az egyszerűbb, meg sajnos van egy olyan tulajdonsága ennek a Creator, Content Creator Plusnak, hogy képes befagyni, és utána pedig lesetjük a munkánkat. Hát igazából ezzel kapcsolatban ennyit szerettem volna mondani, remélem tetszett a videó, sok hasznos információ sikerült belőle tanulni, iratkozzatok fel a csatornámra, később újabb információkkal és tippekkel fogunk jelentkezni. Sziasztok!